Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. A Király Sándornak hívnak, és főállásban Esterházy Károly Főiskolán oktatok, másodállásban pedig a Coursera és a EDX stúdió, illetve az EDX ordnak a hallgatója vagyok, mert hogy én folyamatosan járok úgymond ezekre a kurzusokra, vagy ha nem is járok, de legalább letöltöm és megnézem őket. Eddig Coursera.org-os voltam, de most úgy néz ki, hogy inkább EDX.org-os leszek. Ez az EDX, vagy EDX.org, ez egy non-profit szervezet. A nyílt oktatásnak az egyik ilyen vezető vállalkozása. Alapvetően az MIT és a Harvard Egyetem hozta létre ezt az EDX-et, de később a többi angolszász egyetem is csatlakozott hozzá. Lehet csatlakozni most is az edx.org-hoz pár tízezer dollár fizetése után. Ha valaki megnézi edx.org-ot, akkor láthatja, hogy nagyon sok egyetem rendkívül sok képzést kínál ezen a portálon. Nem csak informatika, hanem nyelvtanulástól kezdve fizikai, kémiai, bármit lehet itt tanulni ezen a oldalon. 2013-ban jelent meg a EDX-nek a stúdió programrendszere, ami nyílt forráskódú, és ami számunkra fontos, hogy bármelyik egyetem, bármelyik főiskola ezt letöltheti, és saját portát hozhat létre, azaz saját maga hozhat létre az EDX stúdióban tananyagokat. Ezt szeretnénk most mi is kihasználni. Egyébként nem csak az egyetemek érdekeltek ebben a vállalkozásban, hanem a szoftvervállalatok közül is például a Google és a Microsoft is támogatja ezt az oktatási formát. Alapvetően ez az EDX, ez három nagy részből áll. Az első, ami a tananyag készítés, az nagyon fontos, ez a stúdió rész. Az LMS-t a diákok látják, tehát aki beiratkozik egy ilyen EDX stúdióval készült oktatási portálra, ezt az LMS rendszert fogja használni. Illetve van egy adminisztrációs felület, ahol a különböző kurzusokat lehet adminisztrálni. Még amit szerettem volna elmondani, csak elfedettem a EDX-el kapcsolatban, hogy nagyon jelentős eredményeket értek el azon a területen, hogy akadálymentesítés területén. Például nem csak videókat lehet mondjuk nézni rajta, hanem lehet követni is a tananyagot, hogy éppen az előadó milyen szöveget mond, sőt vissza lehet a szövegre kattintva vissza lehet ugorni a videóra, hogy éppen most miről volt benne szó. Szóval akkor visszatérve az EDX stúdióhoz, alapvetően XML alapú anyagokat lehet vele létrehozni. Hivatalos neve ez az Open Learning XML, amit leírja gyakorlatilag az egyes kurzusokat. Követve a hagyományokat, a mostani rendszerekben úgy néz ki egy kurzus, hogy általában 10-12 hét anyagát foglalja össze, és minden egyes lecke videóval szokott kezdődni, utána egy kis ismeretelmélyítés gyakorlatotás, majd következik a következő videó, és utána gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. A stúdióban az első lépés, amikor valaki szeretne létrehozni egy úgymond kurzust, hogy hát ugye létre kell hozni a kurzust úgy, hogy a legfontosabb 4-5 információt meg kell hozzáadni. Ha valaki megnézi ezt a diát, akkor most lehet látni, hogy a jobb oldal részen a videó alatt vannak a kurzusnak szép szóval mondva attribútumai. Például az, hogy mikor indul a kurzus, melyik egyetem hozta létre, meddig kell beiratkozni, és tovább, és tovább, és tovább. Amit itt látunk egyébként, az minden kurzus esetében a bejelentkező képernyő, az a diák, amikor egy kurzusra rákattint, akkor ezt látja először. Ha megadtuk a kurzusnak a ütemezését, vagy a kurzusnak az adatait, akkor utána kell létrehozni a kurzus többi, mondjuk úgy, attribútumát. A legfontosabbak itt láthatóak, az egyik a kezdő videó, az általában ilyen kurzust hoz egy mézes madzag videó lehetne, ezt megnézve kellene a hallgatónak mindenképpen beiratkozni a kurzusra, akkor éri el a célját a videó. Meg kell adni utána a kezdő képernyőn lévő vezetőképet, ez látszik a bal felső sarokban,
illetve a kurzusról összefoglaló információkat is meg kell adni a kurzus készítőinek. És ez a 1, 2, 3, 4, 4 plusz 1 paraméter jelenik meg egy képernyőn a kurzus bevezetésekor, illetve a kurzus első megtekintésekor. Lehetőség van még a kurzuson belül különböző lapokat létrehozni. Vannak alapértelmezett lapok, mint így lehet látni, az a Courseware Info Discussion and Progress. Ezen kívül akármennyit lehet létrehozni. Az első kettő kivételével a sorrend megváltoztatható, a wiki része is tüntethető, tehát ez további szabadságot ad a kurzus készítőjének. Ha megvan a kurzusnak a mondjuk úgy a fő attribútumai, tehát az időbeli ütemezése, mikor kell jelentkezni, illetve kezdő videó, kezdőképernyő leírás, akkor utána lehet létrehozni magát a kurzust. A EDX-es szóhasználattal élve a kurzusok szekciókra és alszekciókra hozhatók. A szekció gyakorlatilag egy konténer valójában, tehát hogyha most konkrétan akarnék mondani valamit, akkor van egy kurzusom, 10 leckéből, azaz 10 sectionben áll, és a 10 section alá lehet bontani a leckéket, és ezek tartalmazzák igazából a tananyagot. Amikor valaki létrehozta ezt a szekciót, majd utána az egyik alszekciót, akkor ehhez lehet rendelni a tananyagot, a tananyag egységet, amit itt a EDX-ben unitnak neveznek, de át lehet nevezni, alapértelmezően neve is ez. Amikor valaki egy ilyen alszekcióhoz, azaz maga az a tananyaghoz, vagy maga az a leckéhez hozzárendeli a unitot, akkor meg kell mondani, hogy az unit ez miből fog állni. Itt a képen lehet látni, hogy lehet ilyen discussion-t hozzarakni, lehet HTML formátumú állományt vagy állományokat hozzáadni, majd később látjuk, hogy az a HTML az nem csak egy darab HTML, tehát nem egy úgymond nyers HTML-et lehet hozzáadni, hanem sokkal több mindent. Ami majd később bemutatásra kerül hamarosan, az a problémák, tehát egy leckéhez lehet rendelni a nyers tananyagon kívül különböző feladatokat, amiket itt problémának neveznek, illetve videókat. Természetesen egy ilyen subsectionhoz lehet rendelni tananyagot, rögtön mellé, mögé, alá lehet rendelni feladatot, és rögtön lehet hozzá rendelni videót is. Itt én most egy HTML oldalt akartam unitként hozzáadni. A képernyő lehet látni, hogy nem nekem kell begépelni a HTML forrást, hanem kapunk egy HTML szerkesztőt, amihez be lehet gépelni a szöveget, be lehet szúrni képet, be lehet szúrni egyéb objektumot, és ami érdekes, megmutatja a forrást is, és a forrásban is utólag lehet szerkeszteni a tananyagot. Gyakorlatilag, amit itt most lehet látni, az a digitális képfeldolgozás első, mondjuk úgy, leckéjének, a emberi látás modelljének az első a leckéje, aminek az a címe, hogy az emberi szem felépítése, és azt lehet itt most látni szövegesen, illetve képi információval, és lehet látni a HTML forráskódot is. Innentől pedig én folytatom. A következő képernyőn már egy úgynevezett problémát, egy feladatot adtunk hozzá. Ugye a tananyagunk nem csak ezekből a tananyag részekből áll, mint HTML, és aztán majd fogok mutatni egyéb dolgokat is, amíg a HTML kiegészítéseként szolgálhat, hanem a nem leckékből is áll. Ezekből vannak egészen egyszerűek, talán a legegyszerűbb az, amit a képernyőn lehet látni. Felteszünk egy kérdést, és akkor az ott megjelenő checkboxok közül a választ fogjuk bekérni. Az EDX rendszernek az az előnye, hogy ezeket az alapvető feladatokat nagyon egyszerű notációval mutatja meg. Itt a kép jobb alsó sárkában látható az a bevételi mező, ahol ezt az adott feladat típust tudom konfigurálni. Látható, meghatározom, hogy mit írjon ki, mi legyen a kérdés, amely megjelenik, és bejelölöm a helyes válaszokat.
ha a képernyőn már rámennék egy advanced menüjében ennek a rendszernek, akkor már egy picit el is tudom bonyolítani a dolgokat. Tudom konfigurálni, hogy az adott kérdés az hány pontot ér, milyen súlyozással szerepel egy esetleges osztályzásban, és lehet további kritériumokat hozzátenni. De a legalapvetőbb feladattípus a feladatok elmélyítése az ez. A következő hasonló típus az már a drop-down típusú feladat, ugye még a checkboxoknál látszik közvetlenül az a válasz, amelyek közül ki kell válaszolnom az egy vagy több lehetséges jó megoldást, addig a drop-downnál le kell görgyenem ahhoz, hogy a választ lássam, egy picit el is gondolkozhatok, mielőtt a helyes válasz a szemembe ötlik. Itt szintén ez a Miskolc Egyetem egy műszaki kommunikáció nevezetű tárgyból egy ilyen ellenőrző kérdés, ott ki kell válaszolni a helyes kifejezést, ami a kipontozott vonalra szerepelhető. Látszik még mindig a képen jobb alsó sarkán, viszonylag egyszerű ennek a notációja, tehát ott szerepelnek a helyes válaszok, és ott az explanation résznél tudok egy kis kifejtősebb részt, ez a másik képen egyelőre nem látszik, lesz majd ilyen fóliám is, amikor a helyes választ meg is indoklom, tehát elmagyarázom a hallgatónak, hogy miért az volt a helyes válasz, amit oda kellett adni. Ha több megoldásból egyet szeretnék kiválasztani, ugye megjelenésében ezek ilyen rádióbatonok, ezen a képernyőn már látható a kifejtés része, az explanation, ott megadjuk a helyes választ. Jelenleg ez az edX rendszer, ez az open source-on alapuló prototípus rendszerünk, a magyarítása még hát nagyon kevés mértük, amit a közösség eddig hozzátett önszorgalomból, olyan 10-valahány százalékos készültség van a magyarítása, az van eddig készen, tehát ezek az explanation feliratok, ezek is későbbiekben magyarításra kerülnek majd, egyelőre még ez a munka nem kezdődött el, ezért egy kicsikét vegyesek ezek a fóliák, de ez még mindig egy viszonylag egyszerű feladat. A következő feladattípus egy numerikus beviteli mező. Amit itt talán lehet látni az, hogy itt az explanationnél már bár ennél nem jelenik meg a notációja, de egyeneteket is fogok tudni bemutatni, nem sokára mutatok ilyet. A feladat itt egyszerű, kérdezek egy olyan kérdést, amelyre egy numerikus inputot kell adni, és meg tudom adni akár azt, hogy milyen eltérések között fogadom el helyesen az eredményt, tehát hogyha pi értékére lennék kíváncsi, meg tudom adni, hogy hány tizedes, egy pontossági kérem a megoldását. Illetve majd mutatok nem sokára olyan példákat is, amikor egy picikét már csavart lehet vinni a feladatokba, ahol már icike-picike programozói tudással dinamikussá tudom tenni a feladatokat. A következő az már egy ilyen típusú feladat. Itt kombinálok két válaszadási lehetőséget. Itt vagy egy checkboxból kiválasztom a kérdést, hogy igaz a felelet, vagy pedig egy radiobattonnal kiválasztom, hogy hamis a felelet, és akkor meg kell adnom egy szöveges beviteli mezőt. Nagyon nem látszik, egy kicsikét apró a képernyő, de a jobb alsó sarkában azt lehet látni, hogy itt már az advanced menüjébe kellett menni. Ez a feladattípus, ez már némi kis programozói tudást igényel. Tehát ott a choice-ok közül meg kell állítanom a választ, és ott a numtolerance input mezőben ott meg kell adnom a helyes választ. Ebben az adott konkrét esetben nem definiáltam tűrést, hogy mit fogadok el pontosnak, de ez már egy kicsit előre haladott. Lehetőség van arra is, és ez az informatikai oktatásban talán nagyon jól fog jönni, hogy olyan kérdéseket tegyek fel, amelyre a válasz egy egyenlet. Valamilyen egyenletet meg kell adnunk, itt éppen az MCRC nézetet adtam meg a válaszként, ami természetesen helyes a redundancia kiszámítása szempontjából. Ehhez az edX rendszer egy ilyen speciális notációt alkalmaz, ők MatJax-nek nevezik, ez olyan, aki a LaTeX programozásában, a LaTeX konstruálásában jártas, annak nem fog nehézséget okozni, ahhoz hasonló szimbólum rendszerrel kell dolgozni, és így lehetőségünk van egyeneteket begépelni válaszként. Tehát ez egy olyan típusú kérdés, amelyre egyenlet lesz a válasz, hogy adjunk meg a helyes egyeneteket. Itt már a képernyő jobb alsó sarkában, ott az 1-H/H max, ugye az a helyes képet, a kifejtés, a feladat megoldásának a kifejtésében látható. Ez már egy példa arra, hogy hogyan kell az egyenleteket is megadni. Tehát ott a forráskódban egy per és egy zárójel, aztán megint egy per és egy zárójel között adom meg azt a MatJax kifejezést, amelyet én ott megjelentek. Hát itt ez jelen esetben egy nagyon egyszerű törtet ábrázolok. Ott a H-nál a H-max, az pedig egy alsó index notációja. A délutáni, később délutáni szekcióban egy picit részletesebb dolgot is fogunk adni az ezekről.
Vannak egyéb mérnöki eszközök is. Természetesen nem csak feladatokat tudunk betenni, vannak egyéb mérnöki eszközök. Ezek a informatikai tudásban kevésbé jelentősek, csak felsorolom, molekula nézegető és szerkesztő, protein nézegető és szerkesztő, kémiai rendszer, a periódusos táborrendszer és így tovább. Vannak olyan feladattípusok, ez is már picike kis programozást igényel, amikor egy ilyen adaptív sugóval, tehát a bevitt választól függően egy kis rávezetéssel tudom segíteni a hallgatót a válaszadásban. Kijelölök egy szövegrészt, felteszek a szövegrészre egy kérdést, és írok egy picike kis kódot ahhoz, hogy elmondjam azt, hogy mi az, ami a válaszadásban segítheti. Vannak feltételes moduljaink is, bizonyos hallgatóknak meg szeretném mutatni, bizonyos hallgatóknak el szeretném bejteni. Ez egy nagyon jó lehetőséget ad majd mondjuk a vizsgakérdéseknek a strukturálására, véletlenszerű vizsgakérdéseket, tehát bizonyos véletlenes kérdéseket elrejtek, bizonyosakat megmutatok. Ha teljesen megragadtam a fejlesztő környezetben a fejlesztésre, és nem tudom megvalósítani, amit szeretnék, akkor is van lehetőség. iFrame-ek segítségével gyakorlatilag bármit be tudok illeszteni egy ilyen edX rendszer kurzusába, amit JavaScript-ben le tudok programozni. Tehát nincs más teendő, mint írni egy teljesen tetszőleges JavaScript programot, annak három megfelelő függvényét a dokumentáció szerint elkészíteni, és ez ebben az esetben beilleszthető. Ez már nagyon kifejlett programozói tudást igényel. Ami nagyon érdekes, az a külső osztályozógépnek a használata, external graderek. Nem csak a belső rendszerét tudom használni ennek az edX-nek a kiértékelés, a feladatok kiértékelésére, hanem tudok telepíteni és karbantartani olyan rendszereket, amely kiértékel feladatokat. Például, ha programozási környezeteket telepítek, tehát forráskódot kérek a hallgatótól, hogy írja meg egy adott probléma választ, akkor ezt egy külső kiértékelő rendszerben lefuttatom, ugye a unit test-szerű kóddal ellenőrzöm annak a jóságát, és ennek az eredményét, az osztályzatot azt juttatom vissza a rendszerbe. Tehát ez is egy olyan kaput nyit a továbbfejlesztés irányába, ami gyakorlatilag egy végtelen korlátlan lehetőséget ad. És aztán vannak a modern eszközök, amelyeket egy modern kurzusnak tartalmazok el. Google naptár eszközöket tudok beilleszteni, Google Drive-omról fájlokat tudok beilleszteni. Valójában ezek mind-mind az iFrame technikát használják ki. Tehát formailag én a Google dokumentációból, a naptárból, egyéb dokumentumokból kiveszem annak az egyedi azonosítóját, és egy iFrame-ként beillesztem ezt a kódomban, és ott megjelenik. Nem csak ezek az eszközök, hanem akár még a Google Hangout-nak a csevegés eszköze is. A Google is az edX támogatói között van, természetesen ebből a pár képernyőből talán kiderült, és ez az online videó csevegés eszközük, a Hangout, ez is szintén beintegrálható, tehát a kurzusomat ki tudom egészíteni olyan rendszerrel, hogy kamera segítségével a hallgatókat élő kapcsolatban tudom segíteni. Ami talán a délelőtti előadásomban nem tettem, egy kicsi távoli irány, hogy hogyan lehet szabadszöveges kiértékelést, SC-típusú kiértékeléseket, erre talán a peer review-k a mostanában szokásos megoldások, de van itt egyfajta automatizmus, amivel definiálhatok kulcsszavakat, azokhoz pontszámokat rendelhetek, és egyfajta automatikus kiértékelést. Nem próbáltam még magyar nyelven, megmondom őszintén, vannak aggályaim, hogy ez magyar nyelven milyen mértékben lesz támogatható. Szavazásokat, kérdőíveket tudok készíteni. Aztán ez már megint csak egy programozhatósági kérdés, itt egy Python kódot írtam, amivel kiegészítem a választ, megvizsgálom a választ, és akkor megint annak megfelelően adok egyfajta kiegészítést, és itt is talán felhívom a figyelmet a képetre, hogy ez már egy kicsit bonyolultabb matematikai képet, amit Python kódban a megfelelő notációval generáltam le. És vannak még ezen kívül is egy csomó olyan eszköz, ugye az iFrame eszközt, azt már említettem, az egy nagy kiterjesztési lehetőség, egyéb szabványosnak ilyen learning tool interoperability komponenseket is definiáltak, tehát másik távoktatási eszközzel lehet integrálni a rendszert, és LaTeX-ben már létező dokumentumokat szintén egy kis segítséggel lehet úgymond beimportálni, bekonvertálni. Vannak olyan eszközeink, amelyek képalapúak. A képen szeretnék bizonyos részeket bemutatni, kép részeire drag and droppal rámutatni, oda helyezni dolgokat, és akkor így kiértékelni. Ezek találhatók ezen a fólián. Hogyha részletgazdag a kép, akkor tudok nyilvánvalóan zoomolni, ki tudom nagyítani, tehát a normális megszokott kép manipulációs dolgokat, ezeket mind támogatja az edX rendszer. Gyorsan a konklúziót hadd vonjam le. Az edX az egy keretrendszer. Sok munkával nagyon jó kurzusokat lehet készíteni.
a kezdőlépések nagyon egyszerűek. Tehát a kezdőlépés egy HTML-ben, Word szerkesztésben jártas kollégának nem okoz nehézséget, tehát a kezdőlépéseket, a tananyagoknak a hozzáadását el lehet végezni, alapvető feladatokat szerintem pici gyakorlás után bárki nagyon gyorsan tud. És nagyon jól kiegészíthető minden irányban, tehát a programozói tevékenységet, tehát programozó kollégák bevonásával ez nagyon, nagyon jól bővíthető. De hát ennek nyilvánvalóan időbeni költség van, pénzbeli költség van, és bizonyos tudásbeli hozzáértést igényel. Hát ennyit szerettünk volna gyorsan elhadarni. Köszönöm szépen a figyelmet!